ki. Meg kell tanulnom, hogy a kamerába kell néznem, nem saját magamat itt lenne, vagy majd mindjárt kicsit feljebb pörgetem ezt a dolgot, viszont én még itt látom a kommentjeiteket. Szóval sziasztok mindenki, remélem, hogy működni fog a kis rendszerem. Volt itt egy kis problémám, úgyhogy majd megvárom, amíg megérkeztek. Igazából már a sírás kerülgetek hogy nem akar elindulni a rendszerem, de úgy döntöttem, hogy nem fogok sírni ma. Szóval, sziasztok! Um, írok nektek a csoportba, a másikba is. Ma a naplózásra fogunk beszélgetni. Valamiért azt éreztem, ilyen hívást éreztem, hogy szeretnék nektek beszélni erről a témáról. Szerintem nagyon klassz lenne, hogyha um, hm, megosztanám veletek a tapasztalatait. ma remélem, hogy... Um, Remélem, hogy tíz olyan lelkesek lesztek ezután a naplózással kapcsolatban, mint én. Szóval bocsi mindenkitől, hogy ilyen csúszásban uh, nem indult el a rendszerem, semmi nem akart semmit csinálni, valami szoftver probléma volt, úgyhogy uh, egészen eddig a sírás kerülgetett. Almost. Már majdnem. Már majdnem. Hát, sziasztok! Hello Petra, hello Ági, hello, hello mindenki. Na, hát... Um, Ma egyébként tartozom nektek, mert azt ígértem, hogy aki megosztja a kihez tartozik kihívásos hashtaggel a, a történetét, a sztoriát, itt a csoportban meg, fogok osztani, vagy meg fogunk, vagy ki fogunk sorsolni köztetek egy brilliáns tagságot, Ebben a hónapban a brilliáns tagságban témánk a siker, és ma egyébként ez komoly naplózás. Ő <laughs> nem, ez nem komoly naplózás. Szóval mielőtt belecsapnánk, egy pár gondolatot akartam nektek mondani. Először is köszönjük, hogy jöttetek, mert ez egy ilyen nagyon adhok ötletem volt. Akarok nektek arról mesélni, hogy mik a tervei mostanában, hogy merre akarom itt tovább vinni a dolgokat, és egy pár dologról beszélni nektek, aztán utána belecsapunk ebbe a naplózás témába. De mindenek előtt ki akartam sorsolni a nyert hogy ne kelljen végignézniük az egész videót. Szóval az a, annyira jó az a téma, na jól van, sziasztok mindenki, kösz, hogy jöttetek. Ö, szóval tizenvalahányan valahányan osztottátok most meg nem sokan a, a, a történeteteket, vagy a tapasztalataitokat, akihez tartozik eszköze, abba hagytam, csak most készítettem itt a, lehet, hogy kicsit kiégett a, így mutatom, egész jó most a kamerám, úgyhogy itt vannak a nevek. Um, szóval azt fogjuk csinálni, hogy most kisorsolom a nyerteseket, hogy megtudjuk, hogy ki kapja az áprilisi uh, brilliáns tagságot, és aztán belecsapunk. Hogyha valaki olyan nyer, aki amúgy most már tag, mert nagyon sokan vagytok, akkor, akkor az a következő hónapra fogja megnyerni a tagságot, jó? Vissza, vissza pénzt nem utalunk. <laughs> Úgyhogy ez lesz a díl, jó? Ha valaki olyan nyer, aki benne van ebben a hónapban a brilliáns tagságban, um, az jöhet velünk e, májusra ajándékba. Na, ha benne vagytok, én vagyok e, minden. A sorsoló, a sorsoló bizottság elnöke, a felajánló, és a minden más egy személyben. Úgyhogy lássuk, hogy ki nyert, és akkor innen folytatjuk is a kis témánkat. Taram! Mutatom már is. Ó! A rajci Eleonóra. Hát nem tudom, hogy hogy rakjam ezt, hogy lássátok is, de szerintem nem ennyire jó a kamerám, hogy így... Vagy igen? Majdnem. Na jó, mindegy, el kell hinnetek. Szóval, szóval, a Nórikám nyert, a Nórit nagyon jól ismerem, ő benne van a brilliáns tagságban, úgyhogy valamire ráéreztem, hogy valaki olyan fog nyerni, aki benne van a tagságban, úgyhogy Nórikám van egy jó hírem. Jövő hónapban ajándékba jöhetsz velünk a brilliáns tagságra. Na, hát sziasztok mindenki, 88 88 vagyunk, imádom. Naplózás, pont ezen gondolkodtam, hogyan kellene írogatnom ötleteket. Na, én ide készítettem egy csomó mindent magam mellé, Uh, ennek az az oka, hogy nekem most már ilyen egész speciális szintre fejlődött ez a, ez a naplózásom, viszont uh, arra gondoltam, hogy meslek nektek erről egy picit. Um, szóval, um, hm. van-e kedvetek ahhoz, hogy ezzel a naplózás témával indítanánk egy másik hashtaget, mondjuk naplózás? hashtag, és azok között, akik megosztják a tapasztalataikat ezzel a hashtaggel, azok között mondjuk kisorsolunk a jövő hónapra és egy brilliáns tagságot, mit szóltok hozzá, vagy meg kitalálunk valami klassz nyereményt. Szóval... Um, hol is kezdjem? Nem is tudom, hogy hol kezdjem. Annyira akartam nektek erről beszélni, annyi mindent mondanék, hogy azt sem tudom, hogy hol kezdjem. Szóval talán a legfontosabb dologgal, hogy nekem az egész életemet megváltoztatta tulajdonképpen a naplózás. Um, gyakorlatilag az egész életem úgy, hogy van megváltozott én, arra használtam korábban is a naplózást, fiatalabb koromban is sokat írtam, hogy hogy elvigyem, elrepítsem magamat egy olyan valóságba, amit itt kint, itt a világban nem tapasztalhatok. Amikor én naplózom, akkor olyan, mintha elrepíteném magamat ebbe a valóságon túli valóságba. Szóval az én esetemben a naplózás az inkább írásról szól. Leülök és írok valamiről. És akkor majd ezt fogom nektek szétbontani különböző szekciókra, hogy de mégis miről szoktam írni. Most az a tervünk, hogy lesz most egy új kolléganőm, és az ő segítségével, ő fog nekem besegíteni, az ő segítségével fogunk készíteni egy ilyen fizikai terméket, ami a naplózásról fog szólni. Úgy fog kinézni, hogy négy különböző szekcióra lesz osztva a könyv és különböző kérdések lesznek benne, és attól függően, hogy min akar az illető dolgozni, aki használja ezt a naplót, attól függően olyan színű szekciókban fogja ezt kinyitni, és ott ahhoz az életterülethez tartozó kérdések fognak ö, megjelenni. Úgyhogy dolgozunk rajta, egy csomó ötletem van, mert rengeteg jegyzetet írtam de szeretném nektek ezt itt tisztába tenni, hogy az én esetemben a naplózás ez nem arról szól, hogy leülök és arról írok, hogy milyen napom volt, ki mit mondott nekem, mi történt velem. Ez nem azt jelenti, hogy a múltról nem írok, vagy hogy azt így kizárnám, hanem, azt írja az ágében, meg is vettem, ú, én is egyébként magam miatt csinálom ezt a naplót, mert én nagyon örülnék, ha lenne valami ilyesmi, amiben tudnék írni. Pláne úgy, hogy kérdéseket tenne fel nekem a könyv, mert most saját magamnak teszem fel a kérdéseimet, de ma meg fogok veletek osztani néhány kérdést, ami segíteni fog abban, hogy tudjatok naplózni. Szóval az én esetemben a naplózás nem feltétlenül arról szól, hogy feldolgozom azt, ami történik velem. Hozzáteszem, hogy néha arról sírok, szóval ez egy nagyon fontos része lesz, hogy ebben az esetben a naplózás, vagy legalábbis, hogy én csinálom, ez úgy néz ki, hogy arról írok, amiről kedvem van. Nincs ilyen, hogy a kell írnom, hogy milyen napom volt. Szia, Rita! Nincs ilyen, um, nincs ilyen hogy... A, a Bocsi, egy szót a Ritának mondok. Szóval a rajci Nóri nyerte a brilliáns tagságot mivel a Nori benne van ebben a hónapban, Ritán majd írsz a Nórinak valamikor holnap, hogy ő nyert, és hogy jövő hónapban a vendégünk a következő havi brilliáns tagságra Cs -cs. Itt lesz majd. Tomi hogy rendelem is, cukikám. Itt van a Tomi is. Tomi, most leugtattad magad már megint. Most mindenki tudni fogja a kommentedbe, hogy ki ez a Tomi. Most mindenki megnézi a profilodat. Na, no, de vissza a naplózáshoz. Szóval én sosem arról írok a naplomban, hogy mi volt a múltban, hanem, hanem sokkal inkább arra használom ezt, a, ezt az írást, ezt a lehetőséget, hogy jobban a jelenbe hozzam magam, hogy jobban jelen legyek a valóságommal, hogy jobban jelen legyek azzal a jövővel, amit szeretnék teremteni, és olyan szempontból jelen legyek a múltal is, hogy nagyon sokszor használom arra a naplózást, hogy hogy összeírjam magamnak, hogy mi az, amit elismerhetek. Ugyanis azt vettem észre, hogy nagyon sokszor hiányzik az életünkből ez a fajta elismerés. Szóval a legtöbben valamiért arra várunk, hogy majd jönnek a többiek, és akkor elismernek minket, hogy elég jók vagyunk, vagy hogy elértünk valamit az életünkben. De nagyon fontos az, hogy az elismerés ez nem kívülről kell, hogy jöjjön elsőkörben. Persze az is az embernek, hogyha a kollégái vagy a társa, elismeri őt azért, amit létrehoz a világban, vagy amit teremt a világban, de én azt vettem észre, hogy ez a magunk felé irányított elismerés az, ami tovább viszi a teremtéseinket. Szóval nagyon sokan például észre sem veszük, hogy bizonyos dolgokat már megteremtettünk, vagy hogy létrehoztunk, vagy hogy megváltoztattunk. Ezért nagyon fontos az időről időre leülni, főleg én évelején nagyon szeretem ezt csinálni, vagy, vagy mondjuk egy két-három havont, hogy leülök, és, és összírom, hogy mi az, amit elismerhetek, amit megteremtettem a tavalyi évben, vagy ebben a hónapban. Szóval a naplózást tulajdonképpen arra használom, hogy egy másabb térből használom ilyenkor az eszközöket, szóval gyakorlatilag ugyanazokat a kérdéseket teszem fel magamnak, mint amelyeket egyébként is felteszek, amikor reggel felébredek. Ugye a brilliáns tagságnak van egy ilyen nagyon klassz um, um, hát már kialakult így a menetrendünk minden hónapban. Ugye a brilliáns tagságnak az a lényege, hogy azok a tagok, akik benne vannak ebben a tagságban, benne lehetnek egy titkos telegram csoportban, amiben csak brilliáns tagok vannak. Egyrészt ott megy a, a beszélgetés, és aztán a brilliáns tagságnak minden hónapban van valami témája, ugye ebben a hónapban a siker, és minden hónapban készül minden napra egy darab hanganyag, ami tele van eszközökkel, és most már egy ideje kialakult nálunk az, hogy minden hónap elején készítek a, a tagoknak egy napindító hanganyagot, és egy napzáró hanganyagot, amit minden reggel és minden este meghallgathatnak. Mondjuk ez az e-havi napindító hanganyag szerintem minden idők eddig leglasszabb hanganyaga, úgyhogy én minden reggel ezzel indítom azóta a reggelemet. Ebben a hónapban a siker a témánk, és tulajdonképpen ilyenkor ezekben a hanganyagokban arra dolgozunk, hogy, hogy úgy induljon a napunk, hogy ráhangolódunk a sikerre, hogy nyitottak legyünk a sikerre, hogy az életünk tényleg elkezdjen egy új és klassz irányt venni. De én azt vettem észre, és én tényleg komolyan így gondolom, hogy az én sikereimnek a nagyon nagy részét tudom be annak, hogy én nagyon sokat naplózom és írok. Én öm, nincs ebben nálam semmilyen szabály, szóval ez lesz itt a legfontosabb, hogy nincs ilyen szabály, hogy minden nap kell írni, mert az emberekkel szerintem az a bibi szokott öm, bekövetkezni, hogy a naplózást is egy kellnek tekintik. Hogy ú, akkor mostantól írnom kell. Ha nem írok, akkor nem lesz olyan az életem, amilyennek szeretném. Ez nem igaz, csak egyszerűen um, a naplózás az elrepíthet minket egy olyan uh, térbe, amit egyébként ritkán engedünk meg magunknak. És én ezt sokkal inkább hívnám a kreativitás terének. Én sokkal inkább nevezném ezt egyszerűen annak a térnek, ami valójában vagy. És majd hozni fogom az eszközöket, csak próbálom nektek így felvezetni, hogy nagyjából azokra a kérdésekre válaszoljak, amik a legtöbbször szoktak jönni az irányomba ezzel kapcsolatban, hogy mégis hogyan naplózzak, Nikoletta hogyan csinál. Szóval az egyik legfontosabb, hogy nekem ez nem egy kell. Ha egy hónapig nem írok semmit, akkor egy hónapig nem írtam semmit. Onnan tudom, hogy így, hogy, hogy így kellene egy picit naplóznom, vagy időt szakítanom erre, amikor a dolgok um, elkezdtek, ö, ö, amikor a dolgok elkezdtek így ö, megállni, vagy amikor a dolgok nem olyan irányba mennek, amerre szeretném, olyankor mindig azt adom magamnak, hogy, ö, hogy megállok egy pillanatra, és, ö, és előveszem a naplomat és elkezdek írni. Van olyan, hogy csak egy mondatot, van olyan, hogy két mondatot, van olyan, hogy teleírok akár tíz oldalt. Szóval ez egy nagyon-nagyon izgalmas ö, része ennek. Azt írja Noém, hogy az zene miatt még nem hallgattam meg. Mm, semmi gond, uh, Noémi, nem muszáj minden hanganyagot meghallgatni. Uh, van 30 szerep hanganyag minden hónapban, meg hét workshop hogyha egy-két egy hanganyagot nem hallgatok meg, szerintem az is teljesen rendben van. Érdemes ezen túllépni, és akkor meghallgatni azokat, ami nincsen zene. Bár hozzáteszem, hogy érdemes ilyenkor fölteni pár kérdést, hogy mi az, amit meghallhatnék, hogyha tovább lépnék az elvárásaimon, vagy azon, hogy mi az, amit tetszik nekem, vagy nem. Az jut, azért jutott ez az eszembe, mert egyszer volt, amit egy tanfolyamon nagyon-nagyon idegesített, hogy mindenki, amikor beleszólt a mikrofonba és föltette a kérdését, akkor uh, mindenki elmondta, hogy mennyire hálás, hogy itt van ezen a tanfolyamon, meg hogy mennyire hálás a facilitátornak, és már annyira idegesített engem, hogy nem hallottam semmit az egész uh, tanfolyamból, amire a maja föltette nekem a kérdést, hogy uh, leegedném a falaimat, és az összes minden elvárásomat, uh, elképzelésemet, arról, hogy mi a jó, mi arra a rossz, nem teremtetté tenném, és amikor ezt megtettem, akkor utána meghallottam az egyik legnagyobb life-changing mondatot az addigi életemig, ami mindent megváltoztatott onnantól kezdve. Szóval, szóval érdemes ezt több irányból megvizsgálni. Ez így szokott lenni, hogy van, akit zavar a zene, van, akit nem zavar a zene, de ez a napindító, meg a napzáró, ez biztos zenével lesz eztán is, úgyhogy. És így van beállítva a rendszerem, hogy zenére veszem fel azért, hogy meglegyen ennek az éve, hogy kövessem azt az energiát, úgyhogy ez nagyon nagyon fontos nekem. Úgyhogy semmi baj, hogyha nektek nem tetszik zenével, azt akkor nyugodtan ki tudjátok hagyni. Na, de megyek tovább e, a naplózása. Szóval el, hogy én úgy indítottam annak idején a, a naplózást, hogy ilyen nagyon olcsó, mindenféle füzetekbe írtam, sőt, volt olyan időszakom, képzétek el, hogy nem is volt pénzem arra, hogy vegyek magamnak füzetet, amiben írjak, úgyhogy nagyon izgalmas volt, hogy például a fodrásziskában, amikor dolgoztam, akkor a gyerekek mindig elhagyták a füzeteiket, és akkor ott gyűjtöttük őket, és aztán amikor elmentek a suliból, ott maradt egy csomó füzet, amiben csak pár oldalt írtak, és akkor elhoztam ezeket a füzeteket, kitéptem ezeket a lapokat, és ezekbe kezdtem el naplózni. Szóval semmilyen extra rituálé nem volt, hanem egyszerűen csak adtam magamnak teret, leültem egy kávézóba, vagy leültem valahol valami klassz kis um, étterembe, és, um, és akkor minden, amit csak eszembe jutott, írtam. Szóval az egyik legkedvesebb kérdésem, amit naplózáskor használok, az az, hogy mit szeretnék, milyen legyen az életem. Mit szeretnék, milyen legyen az életem öt év múlva, tíz év múlva. Kivé szeretnék válni. És nagyon sokszor csak egy mondat jut erről az eszembe. Nagyon sokszor eszembe jut egy egész világ. Én azt vettem észre, hogy amikor utazom, és amikor kiszabadulok ebből a térből, amiben élem az életemet, meg amiben teremtem az életemet, akkor sokkal, sokkal inspiráltabb vagyok, és sokkal többet tudok írni. Szóval nagyon fontos szerintem az a naplózásnál, hogy teremtsünk rá egy ilyen teret, hogy ez egy ilyen különleges alkalom legyen, és hogy hogy próbáljuk meg úgy csinálni, amikor már nincsenek körülöttünk. Szóval, hogyha van a gyerekeid, vagy van párod, akkor valahogy úgy összehozni ezt, hogy hazafelé, nem tudom, ha megteheted, akkor állj meg egy kávézóban, ülj le, ahol tényleg csak egyedül vagy, nincs veled senki. És bármi, ami eszedbe jut, csak ír le. És nekem ezek a kedvenceim, az egyik kedvencem az, hogy mi az, amit elismerhetek magammal kapcsolatban. Mi az, amit elismerhetek, amit um, hm, amit, amit, um, amit megteremtettem, amit létrehoztam az elmúlt időszakban, vagy ebben a hónapban, vagy ha van kedved, akár hetente. És akkor jött a következő kérdés. Én imádom ezt a kérdést feltenni magamnak, hogy milyen életet szeretnék, mi az, mi az, amire vágyom, milyen életet szeretnék teremteni öt év múlva, tíz év múlva, vagy nagyon szeretem ezeket a kérdéseket, hogy hogyan látom magamat öt év múlva, tíz év múlva. És szerintem van ennek a naplózásnak egy nagyon fontos része, hogy tekints úgy a naplózásra, hogy nincs lehetetlen. Szóval bármit kérhetsz, hogyha szeretnél egy olyan utazást, amiről el sem tudod képzelni, hogy valaha meg lenne rá pénzed, a naplózás szempontjából ennek nincs jelentősége. Az lenne a lényeg, hogy a te naplózásod, amikor írsz ezekre a dolgokról, az, az ezen a, hogy ez túl legyen mindenen, egy olyan tér legyen, ahol nincsenek korlátok, ahol nem kell visszafognod magadat. Ezért nagyon gyakran el szoktam magamnak mondani, mielőtt elkezdek naplózni, hogy oké. Okay, ha nem lenne családom, ha nem lenne múltam, ha nem lenne gyerekkorom, nem lennének sztoriaim, ha sosem lettem volna áldozat, hogyha én lennék a teremtésem forrása, bármi lehetséges lenne, és nem lenne semmilyen korlátozás, nulla. Bármit kérhetek, és minden azonnal megvalósulna, akkor mit kérnék? Ez azért nagyon fontos, mert a legtöbben abból a korlátozott szűk térből kérünk, ami amit ó, abból, a, abból a, térből, ahol most éppen van az életünk, ahol tart az életünk, onnan el tudunk képzelni, hogy megvalósul. ezért hát nagyon sokan le sem merik írni azt, hogy mi az, amit kérnek. És én hagyd most el nektek, hogy, hogy ez, a, ez a kérdés annyira megváltoztatta az életemet, amikor, amikor azt hiszem 20, 9, 3, nem, inkább 30 éves lehettem, akkor már túl, túl voltam a balesetemen, és nagyon sokat naplóztam, rengeteg kis füzetem volt, a vittem magammal őket, és emlékszem, hogy egyszer leírtam, hogy Budapest belvárosában lesz egy gyönyörű lakás, amiben egy óriási, egy olasz konyha lesz, és majd jönnek a barátaim, és majd főzünk együtt, és vendégül látom őket, és majd ezt csánk és azt csánk. De akkor ez, ez számomra elképzelhetetlen volt. És amikor visszaköltöztem, amikor visszaköltöztem Amerikából, akkor kivettem egy gyönyörű lakást bent a Bajcsi úton, és előkerült ez a kis füzetem, és egy olvastam, így körülnéztem, és, és, akkor jöttem rá, hogy egy, egy gyönyörű lakásban lakok Budapest belvárosában, ahol van egy gyönyörű olasz konyha, ahol egy több mint száz éves olasz kerámia mosogató volt, nagyon különleges volt beszerelve a konyhába. És, és volt ér arra, hogy vendégeket fogadjak, volt ér arra, hogy vendégül lássak másokat. És akkor jöttem rá, hogy ha nem naplóztam volna, akkor sosem ismerhettem volna el magamnak, hogy ez már létre is jött. És ez annak a kérdésemnek a hatására jött létre, hogy mit szeretnék, milyen legyen az életem milyen legyen az életem 5 év múlva, 10 év múlva, 100 év múlva. És azért fontos szerintem, hogy kitoljuk ezeket a dolgokat, hogy később milyen legyen. Mert akkor nem teszünk időt a teremtésünkre, nem kezdjük elpusztítani a teremtésünket ezzel. Szóval ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy vedd úgy, hogy a naplód mindenkit ismer, nem kell neki elmagyarázni, hogy ki kicsoda. Nyugodtan leírhatod, hogy ma találkoztam Gixi és vedd úgy, hogy ő pontosan tudja, ki ez az ember és bármiről ír, ha van kedved, időnként néha én arról is írok, hogy ú, uh, ma ez történt velem, és úgy érzem ezzel kapcsolatban, hogy szóval van, hogy ezekről is írok. Én, én azt szeretném nektek ma odaadni mindenképpen ebben a live-ban, hogy tekintsetek úgy erre a naplózásra, vagy tekintsetek úgy erre az egészre, mint egy ilyen különleges lehetőségre, ami nagyon kevés embernek adatik meg. Egy olyan helyre, ahol nincs lehetetlen, ahol bármiről beszélhet, ahol nem fogja ott senki megítélni, ahol. És vedd is úgy, hogy ezt a naplót soha senki nem fog elolvasni. Még lehet, hogy te sem. Én időről időre imádok visszamenni ezekbe a naplóimba, főleg olyanokba, amik mondjuk egy éve, két éve, három éve írtak. Én az elmúlt három évben szerintem teleírtam ötven könyvet. Most már ezek a nagy kedvenceim. Ezeket azt hiszem, a, nem is tudom, hogy hol veszem. Paperblanks ez a márkájuk. Ezeknek gyönyörű lapja van. És hát ez az a füzetem, amire most a legbüszkébb vagyok, ezt vittem Ecuadorba magammal, meg egy másikat, úgyhogy több füzetem is volt, de majd megmutatom nektek, nagyon szép, hogy tele van a fi fiakom. Van ilyen kicsi, ezt, ezt csak kis kávézókba viszem magammal, amikor úgy nincs annyi hely a táskámba, de, de egyébként hát nagyon sokféle van. Ez ilyen, ez ilyen nagyon szexi, ezt ajándékba kaptam a Rita édesanyjától, Karira. De hát tudnék nektek mutatni egy csomót, mert hát rengeteg füzetem van. Ez csak az elmúlt két hónap. <laughs> Ez az elmúlt két hónap, és mindegyik, és mindegyik tele van írva mindenfél évvel, és nagyon szeretek ide visszamenni olvasni azt, hogy, 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 hogy mik voltak velem, mik voltak a kéréseim, hogy mi az, amit szerettem volna, és például, ha most beleolvasok ebbe, hogy mi az, amit kértem, akkor tulajdonképpen minden, Megtörtént már. És és itt arról beszélek, hogy mit szeretnék, milyen legyen az életem öt év múlva, és uh, mit szeretnék teremteni az életem. És annyira klassz, például ide le van írva, hogy mi az, amit megteremtettem az elmúlt hat hónapban. És itt föl van sorolva az, hogy mik azok a dolgok, amelyeket létrehoztam az elmúlt, uh, amit létrehoztam. És uh, fú, nagyon inspiráló számomra ezeket egyébként így, uh, így visszaolvasni, és rájönni arra, hogy wow, mennyire klassz, mennyi mindent megteremtettem. Mert így van az embernek lehetősége. Szóval ez azért a nagy kedvencem Ekvadorból, mert akkor Ekvadorban voltam, akkor volt egy nap, amikor kiültünk a hegy oldalra, és hát gyakorlatilag 50-60 oldalt írtam tele azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit szeretnék teremteni itt a következő időszakban, és tulajdonképpen azt érzem, meg azt vettem észre, nem tudom, hogy ismeritek ezt a kifejezést, hogy csatornázni. Arra szokták mondani, amikor emberek így információt így lecsatornáznak, olyan információkat, ami nem létezett korábban, amit nem ismertek mások ebből a nagy közösből. És még picit azt érzem, mintha ezeket az információkat így csatornáznám. Nagyon sokszor, amikor leülök és csak elkezdek írni, akkor olyan, mintha nem is én mozgatnám a kezemet, egyszerűen olyan, mintha valaki mondaná nekem, hogy mi az a jövő, ami a rendelkezésemre áll, ami arra vár, hogy én teremtsem meg, hogy mik azok a, mik azok a fantasztikus lehetőségek, ami, ami, senki másnak nem elérhető, de nekem igen, és senki más nem tudná megteremteni, de én igen, és amikor egyre többet naplózunk, mert én azt vettem észre, hogy amikor elkezdtem ezt az egész dolgot csinálni, amikor ebbe belevágtam, hogy sokat írtam, és mindenba füzeteket viszek magammal, akkor, akkor egészen máshogy ment ez az egész, is ahogy egyre jobban belengedtem ebbe magam, amikor, amikor elkezdtem ráébredni arra, hogy ez nem álmodozás, tehát, hogy létrejönnek ezek a dolgok, amiket ide leírtam, akkor ez egy új szintre lépett, és jött egy pont, ahol megértettem azt, hogy ez nem mindenkinek működik, de hogyha szeretsz kézzel írni, és elrepít egy másik valóságba, vagy szeretsz álmodozni, um, szeretsz kérdéseket feltenni magadnak, és, uh, és kíváncsi vagy, akkor neked egy nagyon klassz út lehet ez a fajta naplózás. De, de mondom, ez egy a három legfontosabb dolog a naplózás, hogy ez ne legyen egy muszáj. Ha hat havonta írsz csak, nem tudom, három mondatot, az is csodálatos. Nem kell többet. Szóval ne az legyen, hogy ez is egy kell. Ó, uh, Niki azt mondta, hogy naplózni, és akkor, akkor le fog megváltozni az életem. Nem. Egyszerűen mi lenne, ha arra használnád a naplózást, hogy sikeres lehess? Hogy, hogy oda mindent leírhass, amiről mindig tudtad, hogy lehetséges a számodra, hogy oda mindent oda tudjál bígyezteni, amit, amit egyébként lehet, hogy nem mernél hangosan kimondani. És öm, én arra szoktam nagyon figyelni, hogy nekem ez ilyen angolul jut mindig eszembe, ez ilyen secret hogy ilyen um, egy ilyen szent pillanat, amikor így írok, és um, én, én, nekem a kedvenceim, amikor amikor leülhetek egy kávézó, amikor nincs ott senki, amikor nincsen semmi, amit kell csinálnom, muszáj csinálnom, nem kell sietnem sehová, hanem egyszerűen csak leülök, csak magam vagyok a saját világomba, bemehetek oda, nagyon sokszor zenét szoktam hallgatni közben, csak veszek egy-két mély lélegzetet, lehúnyom a szememet, és akkor elkezdem fölírni ezeket a kérdéseket, hogy oké, okay, mit szeretnék, milyen legyen az életem, mi az az élet, ami élni akar bennem, mi az, ami elérhető a számomra, ami senki másnak nem. Mik azok a dolgok, amik rajtam keresztül szeretnének megvalósulni ebben a valóságban. És nyugodtan írhatsz arról, hogy szeretnél-e párkapcsolatot? Ha igen, milyen párkapcsolatot? szeretnél le utazni? Ha igen, hová szeretnél utazni? És jön a következő pont, ami szerintem nagyon fontos, hogy talán a sikertelenségeinknek a nagy százaléka jön abból, hogy... Ugye, van egy fontos dolog a sikerrel. Most ez a témánk a brilliáns tagságból, úgyhogy most nagyon benne vagyok ebben az egész gondolatmenetben. Szóval tulajdonképpen... Hm mi van akkor, hogyha minden, amit elképzeltünk arról, hogy mit jelent sikeresnek lenni, vagy mit nem jelent sikeresnek lenni, azt eldobnánk, és magunknak felfedeznénk azt, hogy mit jelent a siker. És annyi sok eszköz, meg annyi sok lehetőség áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy elkezdjünk teremteni egy sikeres életet. De szerintem az első lépés ehhez az, az hogy elkezdjünk valami más csinálni. És nekem például annak idején a naplózás, az valami másnak a csinálása volt, mert hogy mesélem nektek annyi helyen, annyis, annyira sokszor elmondtam már ezt nektek, hogy én burzalmas voltam, nekem, nekem rossz volt a közelemben lenni, mindig panaszkodtam, mindig másokkal foglalkoztam, hogy neki miért van, honnan van, mindig kritizáltam mindenkit, és mindenkit utáltam, akinek egy picit jobb volt az élete, mint nekem. És aztán és ezen egyszer csak úgy döntöttem, hogy ez így nekem nem működik, hogy valami másnak lennie kell. És hogy szépen-lassan elkezdett az életem változni, Például bejött ez a naplózás, és, és rájöttem arra, hogy én nagyon sok mindent elkezdtem máshogy csinálni, mint addig. És ugye ahhoz, hogy változást érjünk el, az elengedhetetlen, hogy elkezdjünk csinálni valamit, valami más, mint amit eddig csináltunk. És nekem ez a naplózás lett az életemnek egy ilyen nagyon kruciális pontja, ami keresztül, amikkel elkezdtem egy teljesen új életet teremteni magamnak. Ez egy olyan hely, ahol ahol magam lehetek a saját gondolataimmal, nincs semmi szégyelni valóm, bármiről beszélhetek, nyugodtan leírhatom, hogyha egy utolsó szarnak érzem a magam valami miatt, vagy azt érzem, hogy, -e, hogy valami nem megy, és ezt kiírhatom magamból, és ott hagyhatom ezen a papíron. Én a legtöbbször nem szoktam a múltról írni, mondjuk nekem nem is annyira releváns, én, aki ismer engem, azt tudja, hogy mit emlékszem én már arra, hogy mi volt két hetet az már annyira régen volt, én erre nem emlékszem. Szóval én sokkal inkább a jövőbe szeretek vele tekinteni, a múltba meg maximum tényleg csak azért, hogy, hogy hogy ránézzek, visszanézzek és megnézzem, hogy mi az, amit elismerhetek, mi az, amit létrehoztam az elmúlt hat hónapban, mi az, amit létrehoztam az elmúlt három hónapban. És hogyha mondjuk most visszanézek oda, hogy hazajöttem Ecuadorból, akkor most kezdek el rájönni arra, hogy minden megváltozott azóta, semmi sem olyan, mint előtte volt. Gyakorlatilag a csapatunk lecserélődött, nem lecserélődött, de hogy növekszik. <laughs> Igaz, Bernike, ő is itt. Bernike is itt van, az új csapattagunk is itt van velünk. Szóval növekszik a csapatunk, új céljaink vannak, másként csináljuk a dolgokat, hamarosan új weboldalunk lesz. Szóval, szóval, szóval gyakorlatilag ez az egész dolog megváltozott, és, és azt akartam nektek ezzel az egész naprózással kapcsolatban mondani, hogy amikor elkezdtem naplózni, akkor, akkor épp a balesetem után voltam. Emlékszem arra, amikor a Bernivel egyébként, ez nagyon vicces, mindig ő furikázott engem régen, és volt egy garázsom kint a 15. kerületben, és egyszer pakoláztuk ott a cuccaimat, amikor visszajöttem Amerikából, és akkor találtam egy ilyen picikek kis füzetet. És ebbe a füzetbe volt tulajdonképpen leírva az, hogy lesz Budapest belvárosában egy gyűrű lakásról, minek nagy olasz konyhája lesz, és mindenkit vendégül tudok látni, és így kinyitottuk ezt a kis füzetet, és így, wow, most menjünk ebbe a lakásba. Hm. Már létre is jött, és um, ezért szeretek úgy kérni, megkérdezni, hogy mit szeretnék, milyen legyen az életem öt év múlva, vagy tíz év múlva, mert hogyha nagyon rövid időt adunk magunknak a teremtéseinkre, akkor, akkor az idő, meg ez a fajta korlát, ez nagyon össze tudja húzni a valóságunkat. Legalábbis ez az, amit én um, észrevettem, vagy felfedeztem így a kérésekkel kapcsolatban. És akkor itt jön a következő pontja a naplózásnak, amit én nagyon sokat csinálok. Én, én nagyon sokszor leülök, és, és leírom azt, hogy mi az, amit kérek. Mit kérek? Mert azt vettem észre, hogy annyira nem vagyunk megerősítve ebben, hogy kérhetünk. A legtöbben azt is gondoljuk, hogy nem érdemlünk meg bizonyos dolgokat, hogy ki kell érdemelnünk, de erre szoktam mindig mondani, hogy veszel levegőt? Na, na meg kell érdemelned, hogy vehes levegőt? Mm -mm. Az összes többi dolgot sem kell megérdemelned. Egyszerűen csak. Hm. <laughs> Egyszerűen csak veszel levegőt, és ugyanúgy minden mást is abszolút csak meg. Um, meg érdemelsz. És itt van ez, hogy ilyenkor érdemes kérdezni, hogy mi az, amit kérek. Szóval mindenki csak nézze meg most egy pillanatra, hogy. Bármit kérhetnél, ha nem lenne korlátozás, akkor mit kérnie? Mi az, amire igazán vágysz? Mi az, amit nem mersz kérni? Volt egyszer egy briliáns hónap, amiben készítettem egy hanganyagot arról, hogy milyen sokan azért nem merünk kérni, mert attól félünk, hogy azt, ami már van, elveszítjük. <laughs> És fú, hát az nekem is nagyon-nagyon releváns volt ott, hogy, uau, wow, azért nem merek kérni egy másik kocsit, Nehogy ami most van, elveszítsem, és ne jöjjön meg a másik kocsi. És amikor erre rájöttem, akkor fedeztem fel azt, hogy mennyire sok mindent nem kérek, mert félek ettől, hogy akkor az, ami van, az már azt, azt is elveszítem, és az, amit kérek, az sem fog megérkezni. Szóval rengeteg ilyen félreértés van a világunkban a kérésekkel kapcsolatban is. Én arra biztatnám benneteket, hogy nyissatok egy füzetet. Nekem régen tényleg ilyen mindenféle ócska füzetekbe írtam. Most szívem szerint megmutatnám nektek, bent vannak az irodában, mert amikor költöztem, akkor azt odavittük. De ilyen kis unikornisos, első osztályos kis pini füzetekbe írtam, kitépkedtem alapokat, meg mindenfélét is írtam bele. Szóval nem volt benne semmi rendszer. Most ezek, ezek a füzetek, ezek most már gyönyörűek. Hát annak idején semmilyen gyönyörű füzetem nem volt, teljesen egyszerű mindenféle csíkos, vonalas, különböző füzetekbe írtam. De nyissatok egy füzetet, bármilyet, nem kell, hogy szép legyen. És mi lenne, hogyha, vagy, vagy, vagy ugyanúgy, ahogy én, hogy van ez a kis picike kis füzetem, amit imádok, ez a kis mini, és ez belefér a táskámba, és ez bárhova el tudom magammal vinni, mert ezeket a nagy füzeteket, ezeket ilyen specko alkalmakkor viszem, amikor csak azért megyek egy kávézóba, hogy naplózzak. De van, hogy vannak nálam ezek a picikék, és akkor Ezekbe szoktam klasszul írni. Van egy barátom, aki szintén nagyon szeret naplózni, ő még 100 eurót is szokott belerakni, vannak ezekben ilyen kis fülek, itt a végén, és ebbe szokott belerakni 100 euróst, meg egy kis levelet, és oda szokta írni, hogyha megtalálsz, akkor küldjél vissza a tulajdonosomnak a pénz, meg a tiéd. <laughs> és akkor én is, meg én is, én szoktam írni az e-mail címemet, a nevemet, meg a telefonszámomat, hogy visszajutassák hozzám a kis fizetemet, hogyha esetleg elveszíteném. Szóval, csak keresd meg a füzetedet, és először is csak engedd meg magadnak, hogy bármi, ami az eszedbe jut, arról írjál, ad, vagy csak tegyél fel magadnak kérdéseket. Hogy mi az, amire vágysz? Mi az, amit amit igazán szeretnél? Mi az az élet, ami élni akar benned? Csak írd fel ezeket a kérdéseket. Mi az, amit te kérsz? Mi az, amit elismerhetsz magaddal kapcsolatban? És hát hozzáteszem, hogy nekem ennél bonyolultabb most már a naplózásom, már különböző naplóim vannak, különböző dolgokra, különböző helyzetekben különböző kérdéseket teszek fel, de most ezt nem bonyolítom nektek, szerintem fogunk majd csinálni egy ilyen sorozatot, és akkor majd hozok még extra eszközöket, szerintem ez így első körben bőségesen elegendő. Én azt gondolom, hogy szerettek írni, ha nem is füzetbe, akár nyithattok magatoknak jegyzeteket, amibe írhatok, szóval mindenkinek érdemes megtalálni azt a módot, hogy szereti. Sőt, nekem van egy nagyon kedves applikációm, ezt is megmutatom nektek, amit szoktam használni. Azt nem tudom, hogy hol van, de majd mindjárt elő pányászom. És abban az applikációban tudsz hanganyagokat felvenni, és automatikusan e-mailen elküldi neked. Persze, majd most nem fogom megtalálni, mert most kellene. Um, Na, nope. lehet, hogy itt lesz. Nem. Most akkor is előkeresem. Addig nem megyünk sehová, addig ti sem mehettek sehová. Uh, hm. uh -huh, megvan. Brain ez a neve. Brain, mint agy. P-R-A-I-N S és uh, ingyenes, lehet vele fotózni, lehet írni bele, és lehet hanganyagokat készíteni, és uh, amikor készen van, akkor uh, elküldik az e-mail címedre, és én nagyon sokáig csináltam azt, hogy csináltam egy ilyen e-mail címet, uh, nem tudom, nicolettdiaries.gmail.com, vagy valamilyen hülyeséget. Anna naplózik, kukac gmail.com, és az volt ehhez a Brain beállítva, hogy oda küldj a tartalmakat. És akkor ott gyűjtögettem ezeket a hanganyagokat. Szóval, hogyha te inkább beszélni szeretsz, és akkor fölmondanád ezt, hogy mi az, amit szeretnék? Hát én olyan életet szeretnék, hogy. És akkor csak beszélnél, akkor az is szuper jól működik. szóval egy csomóféle lehetőség van, egy csomó minden. Remélem, hogy most már így, most arra így átment ez az információ, hogy igazából ez a fajta naplózás, amiről én beszélek, az nem, nem ez a hagyományos dolog, amit a legtöbben szoktunk csinálni, mondjuk gyerekkorunkban, fiatalkorunkban, hanem tényleg a jövő teremtéséről szól arról, hogy meg, meg, talán arról, hogy teremtsünk egy másik valóságot, ami túl van ezen a valóságon, egy olyat, ami, ami mindig is elérhető volt. Nekem olyan a naplózás, mint hogyha elkezdenék olyan minőségekkel kommunikálni, amelyekkel egyébként így a hétköznapokban mondjuk nem engedem meg magamnak, hogy ö, szeretek kommunikálni a csapatommal, ö, szeretek kommunikálni a molekulákkal, és csak így tényleg megkérni az univerzumot, hogy, hogy jöjjön, járuljon hozzá ahhoz, amit szeretnék. Olyan nekem ez a naplózás, mint egyfajta kommunikáció az univerzummal, az összes molekulával, atommal, mindennel, amit van körülöttünk, ami tényleg arra vár, hogy, Lendületbe, akcióba lendülhessen, és ö, besegítsen nekünk abba, hogy mit szeretnénk teremteni. Ö, és besegítsen nekünk abba, amit szeretnénk teremteni. Szóval ö, remélem, hogy, hogy, hogy hasznosnak találjátok ezeket a, ezeket a tippeket. Ö, én, én mit szóltok hozzá, hogyha ezt most így hagyom, és lenne kedvetek ahhoz, hogy indítunk egy új hashtaget, aminek mondjuk hashtag naplóz vagy naplózás, mi legyen? Naplóz, vagy naplózás? Naplózás, legyen naplózás, oké. Okay. Szóval hashtag naplózás, és akkor egész áprilisban jöhetnek az élmények azzal kapcsolatban, jöhetnek a fotók a naplóitokról, meséljetek arról, hogy hogyan érzitek magatokat, milyen élmény egyáltalán leülni, és csak írni, írni bármiről. Ami az eszetekbe jut, és ö, én nagyon sok mindenkitől hallottam azt, hogy az egész élete megváltozott, csak ettől az egyetlen egy dologtól, mert nagyon kevesen adjuk meg magunknak ezt a fajta teret, ahol, ö, ahol tényleg csak ö, hm, megengedjük magunknak ezt a fajta. Hm. Valahogy azt látom ebben a valóságban, mostanában, hogy ö, még ezt a teret sem adjuk meg magunknak, ahol, ahol legalább álmodozhatunk a jövőről, vagy fantáziálhatunk, és nem ez a fajta álmodozás, meg fantáziálás, ami, ami nem elérhető, hanem egyszerűen, hallottam egyszer ezt a mondatot, ez ilyen nagyon, szerintem valami spiricucból jött, hogy amit ki tudsz gondolni, azt létre is tudod hozni. Én, én meg azt szoktam mondani, hogy ami megjelenik naplózás közben, az azért jelent meg, mert lehetséges. <laughs> és akkor én ezeket mindig készpénznek veszem, hogy jó, hát akkor ez meg fog valósulni, azt nem tudom, hogy mikor, mert ahhoz mondjuk lehet, hogy nekem is energetikailag meg kell változtatnom egy csomó mindent, hogy ezek a dolgok létrejöjjenek, de, de olyan, mint a közelebb vinne a saját valóságomhoz. Ezért nagyon szeretek ott lenni. Ezért szoktam nagyon sokat utazni. Na most akkor elárulom minden titkomat. Ezért szoktam nagyon sokat utazni, mert akkor naplózhatok, akkor szeretek a legjobban, akkor már, már reptérre menet írok, már a végig, amíg várom, a gépet írok, a gépen végigírok, és volt egyszer, szóval mellettem ült egy fizkösi, megkérdezte, hogy miről írok ennyire? Mit körmölök ennyire? Mondta, hogy már teleírtam egy egész könyvet, és mondta, hogy nem tudom, csak folyik át rajtam. De nagyon fontos, hogy nekem is vannak ilyen pillanataim, amikor semmi nem jön. Tehát, hogy leülök, és így próbálom erőltetni, hogy valamit kéne írnom. De olyankor nekem sem szokott jönni az illet. Na hát, aki benne van abban, hogy nyomassuk ezt a kihívást, aki benne van ebben, hogy ebben a hónapban Elkezd, elkezd, velünk naplózni, elkezd velünk um, játszani ezzel, aki beszerez most is füzetet magának, és akkor benne van ebben a játékban, majd írjátok meg nekem itt a kommentben, akár csak egy szívecskét, a kedvenc szívecskéteket, emojitokat dobjátok be nekem, hogy ki az, aki benne van ebben a játékban, és akkor azt fogjuk csinálni, hogy én majd akkor hétről hétre hozni fogok új eszközöket, hozok videókat, és pár uh, dolgot el akartam nektek újságolni, ma beszéltem Tomival, és ma megegyeztünk abban, hogy uh, elkezdek gyártani egy ilyen uh, elkezdek gyártani egy ilyen vlogot, mert annyira sok klassz visszajelzést kaptam tőletek az ekvádori vlogom Club kapcsán, úgyhogy angolul is, meg magyarul is fogok vlogot készíteni, semmi extra, mindig arról, ami történik így az életemben, lehet, hogy lesz epizód minden héten, lehet csak két hetente, majd, majd követem az energiát, ahogy, ahogy majd kedvem lesz, és arra gondoltam, hogy ilyen nagyon sebezhetően elmondok nektek mindent, hogy mi van éppen az életemben, mi van éppen a, a világomban, mert hát az a helyzet, hogy nem csak jó napjaim vannak, nekem is vannak ilyen napjaim, amikor szenvedek a testemmel, meg minden bajom van, bekengek, nincs kedvem felkelni, kimenni az utcára, és szerintem azért nagyon fontos ez, hogy hogy így még közelebb kerüljünk egymáshoz. Nekem például nagyon-nagyon sokat segítette az annak idején, amikor például um, voltam valakinek a tanfolyamán, és teljesen sebezhetően elmondta, hogy ő neki mennyire rossz napja volt tegnap, és így mondtam, hogy neki is van rossz napja, akkor én mégsem vagyok olyan rossz, hogy a nekem is van rossz napom. Szóval, szóval arra gondoltam, hogy ez egy ilyen, ez nem egy ilyen pozitív vlog lesz, hanem, hanem minden lesz benne. Mindenről mesélnék nektek. Um, a jóról, a rosszról, arról, hogy mi történik, milyen ötleteim vannak, mire vállalkoztam éppen, és akkor majd elmesélem nektek ezeket a dolgokat. Úgyhogy jönni fog a vlog, ezt majd mindig megosztjuk veletek, és van egy másik nagyon fontos hírem a számotokra, hogy van nekünk Telegram csoportunk is, a boldog közösségnek. A Telegram az egy ingyenes telefonos applikáció, olyan, mint a WhatsApp vagy a Viber, csak sokkal biztonságosabb, mert nem a Facebook vagy a Meta most már, nem az ő tulajdonuk, hanem egy teljesen magán kézben lévő dolog. Ezért az adataitok, ilyesmi, azok nem kerülnek ki mások, másokhoz. És majd kitesztük nektek ide a linkjét a Boldog Közösség csoportnak, mert ott sokkal gyorsabban megy a kommunikáció, mint itt a csoportban. Sajnos a Facebookon eléggé megváltoztak az algoritmusok, és ö, az a helyzet, hogy nagyon. Ö, nehéz elérnem benneteket, akkor tudlak csak szinte, hogyha ha egy hetente vagy minden nap lennének ezek az live videók, ha csak sima videót teszek ki, azzal sincsen olyan jó elérésünk, viszont a boldog közösség WhatsApp vagy Telegram csoportban ott ilyen instant elérés van, tehát azonnal tudtok ti is írni nekünk, és azonnal én is tudok nektek mindenféléről e, információt szolgáltatni. Úgyhogy gyertek a Boldog Közösség Telegram csoportba, hogyha van okos telefonotok, ezt a videót fel fogjuk most nekünk tölteni a YouTube-ra, föl fogjuk tenni a SoundCloud-ra, te tudjátok hallgatni is, de vissza tudtok menni ahhoz milyen kérdéseket teszek fel, szóval nem, ha nem írtátok most le, akkor vissza fogtok tudni, mert nem meg tudjátok hallgatni. És akkor az lesz a deal, hogy akkor most egész áprilisban naplózás, hashtag naplózás, ez lesz a hashtagünk, és mindenki, aki megosztja a saját történeteit, de elég, ha csak megosztod a füzetedet, küldesz róla nekünk egy képet, mindenki, aki ezzel a hashtaggel megoszt bármilyen posztot a csoportban, ó, Rita, köszi! Aki megoszt ezzel a csoportban, azok között ki fogunk sorsolni egy brilliáns tagságot a következő hónapra. Ugye a brilliáns tagságban mindig tudtak csatlakozni, ebben a hónapban is, egész hónapban lehet hozzánk csatlakozni, és a témánk a siker, szerintem zseniális ez a hónap már most. Az előzőt, ezt a lelkesedést, ezt így tovább és lesz ebben a hónapban egy nagyon klassz workshopunk, ami ajándékban van a, a, a tagságosoknak. Az lesz a címe, hogy a sikertitkai, és arról fogunk beszélgetni, hogy mik a titkai annak, hogy valaki tényleg sikeres legyen. Ezen kívül meg lesz BSC hívásunk is, ami egy brilliant support call, ehm, ahol bárki felteheti a kérdéseit nekem két órán keresztül. Az egy szuper klassz hívás szokott lenni, úgyhogy várunk benneteket szeretettel a Brilliáns tagságba, és hogyha Rita beszeszed a Brilliánsnak a linkjét, az írja, az Ibi, hogy gyertek, nagyon jó. Ibikém, el fogunk kapni benneteket Tomival, mert szeretnénk csinálni egy ilyen videót, amiben elmesélitek, hogy miért olyan jó a Brilliáns tagság, mert hogy tényleg szerintem a legjobb dolog a világon, ez a Brilliáns tagság miattatok leginkább. Szóval nagyon kösz, hogy itt voltatok azt írja be, hogy én már nagyon kitartó naplózok évek óta, de jó, nekem már két füzetem is van, csak nem vagyok kitartó. De nem is kell, mi van akkor, hogyha nem a kitartáson, nem a kitartáson múlik ez az egész, hanem egyszerűen csak azon, hogy adni magadnak minél több teret. Nekem is volt tavaly egy viszonylag nehezebb időszakom, és aztán nagyon keveset írtam, nagyon látszott is az életemen, és akkor volt egy pont, ahol eldöntöttem, hogy ezt soha többé nem engedem meg magamnak, és, és aztán elkezdtem újraírni, és hú, minden áttranszformálódott, megváltozott. Majd lehet, hogy csinálunk egyébként egy ilyen kis ingyenes workshopot is a Zoomon keresztül, és jaj, köszi Rita, Rita betette ide a linket nektek, látjátok most már, akkor meg is tudjátok nézni a is. Szóval lehet, hogy csinálunk majd egy ilyen ingyenes workshopot a Zoom-on, és akkor tényleg ilyen workshop-szerűen egy picit mindenkihoz egy füzetet, és akkor, és akkor segítek nektek abban, hogy hogyan lehet faszul elmerülni ebben a Ebben a térben, amit a naplózás adhat nekünk. Szóval nagyon köszönöm, hogy ma is itt voltatok, ilyen sokan velem. Köszönöm, hogy mindig velem tartatok, én nagyon, nagyon imádlak benneteket. Egyébként kitettem mostanában egy csomó posztot, de egyszerűen annyira borzasztó az a Facebook hogy egy, eltűnnek a posztjaink, egy csomóan mondják, hogy lemaradtak mind erről, lemaradtak arról, nem tudom már, hogy mi múlik ez az algoritmus, most, most majd lesz egy kis segítségünk, aki segít nekünk ezeknek a posztoknak a, nem tudom, pozícionálásában, úgyhogy reméljük, hogy akkor egy picit nagyobb elérésünk lesz, de ezért is biztatlak benneteket, hogy gyertek a Telegram csopiba, mert, mert ott elérjük egymást instant módon azonnal, hogyha akarunk, egymástól valamit szóval. Az egy fontos info, hogy a hashtages posztokat, azokat ne a Telegram csopiba tegyétek majd ki, ide a Facebookra, jó? Mert úgy sorsolunk titával, hogy rákeressünk, rászűkítünk a hashtagekre, és akkor azokat a posztokat veszük ki, akik megosztottak dolgokat, de ezt a Telegramban nem hiszem, hogy meg tudjuk csinálni, úgyhogy nagyon köszi nektek, hogyha ha ezeket a posztokat itt a Facebookon rakjátok ki. Szóval ezt a videót, nem, ezt, ezt ha megáll a videó, akkor azonnal vissza is tudjátok nézni, és ha megállt a videó, akkor utána én fölteszem nektek majd egyből már Facebookra is, meg mindenhová, úgyhogy ha fent lesz, akkor meg kiposztoljuk nektek itt is, meg kiposztoljuk nektek a Telegram csopiban is, hogyha benne vagytok, és akkor vissza tudjátok majd hallgatni. Szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Adri, hogy váó, annyira, de annyira szeretek naplózni. A kitartással nekem is akadnak gondjaim. Lehet, hogy talán a Niki alkotta naplóba már mindent nap fogok írni. Ö, igen, hát az a tervem ezzel a naplóval, most majd dolgozni fogunk rajta, hogy, hogy ilyen vastag lesz, színes lapok lesznek benne, lesz benne egy, mit tudom én, mondjuk egy sárga rész, egy sárga rész, egy kék rész, egy piros rész, de csak a lapoknak a végei lesznek más színűek, és azok különböző területekhez kapcsolódó kérdések lesznek, és ö, nem lesz benne egy ilyen, tehát akárhova tudsz majd írni, lehet lapozgatni, és, ö, és attól függően, hogy mi akarsz dolgozni, mi az, ami most a legfontosabb az életedben, ahhoz képest a színek alapján nagyon könnyen ki tudod választani, hogy hova lapozz, és akkor lesznek különböző kérdések különböző területekhez, amelyek segítenek hogy abban, hogy kiírt magadból egyrészt az, hogy mi az a jövő, amit szeretnél teremteni, mi az, amire vágysz, mi az, amit kérsz, de leginkább mi az, amit elismerhetsz azon a területen, és ez segíteni fog abban, hogy szépen eligazodjunk um, ebben az útvesztőben, és ez nem egy ilyen szabályszer, ez olyan lesz, mint én, ilyen káoszos. Nem, nem úgy lesz, hogy lapról lapra fogunk benne haladni, hanem össze-vissza kell benne lapozgatni. Szerintem ettől lesz a legkulabb. Olyan lesz, mint én. Én imádom ezt a káoszt. Nekem minden össze-vissza van. Ez a legjobb az egészben. No, hát, nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Szép estét nektek, innen folytatjuk. Én nagyon várom, hogyha valakinek van kedve, akkor már ma este léci, jöhetnek a hashtagek, meg jöhetnek a naplók fotóval. Sőt, imádnám, ha magatokat leszelfiznétek a naplótokkal, és írnátok pár gondolatot, Mert nagyon szeretlek benneteket látni, és annyira inspirálom mindenkinek itt a csoportban, amikor írtok a saját történeteteket. Én ezért is mondom azt, hogy én mondhatom nektek a magamét itt a csoportban, meg mondhatok bármit, de amikor ti kipróbáljátok, és aztán megosztjátok, és még egy arcot is tudunk hozzátársítani, az nagyon-nagyon inspiráló a csapatnak. És ez az egész boldog közösség erről szól, hogy, hogy teremtsünk egy valóságot, ami túl van ezen a valóságon, olyan emberekkel, akik ugyanolyan neombárányok, mint mi magunk vagyunk. Jöttetek hozzám, neombárányok csatlakoztak a másik neombárányhoz. <laughs> szóval, szóval nagyon köszönöm, hogy... Azt írja az eszter, hogy épp ilyet csináltam magamnak, területekre szedve kérdéseket segítve. Wow! Igazából már most is elkezdtetek csinálni magatoknak, nem kell megvárni engem, mert amire az meg lesz szerintem, az év második felébe fogunk lépni, de, de igyekszünk, dolgozunk rajta, majd most felpörgetjük az eseményeket, és akkor lesz mindenféle. Lehet majd, majd amint meg lesz szólunk nektek, és akkor, és akkor lehet vinni mindenhova, de addig is, akár magatoknak is tudtak ilyet készíteni. Szóval nagyon köszönjük, itt voltatok, szép estét nektek! Innen folytatjuk, hogyha valami az eszembe jut, akkor jönni fogok. Bocsi, hogy ilyen atok voltam, meg így nem találtam ki előre, de ma úgy voltam, el, hogy ma fogok. Ma mindenképpen lájvozni fogok. Szóval várjuk a hashtageket, és innen folytatjuk, amint eszembe jut valami, jövök a következő videóval. Köszönjük, hogy itt voltatok, ilyen sokan! Szép estét nektek! Sziasztok.